Először gurul be a Bátaszéki Sportpálya parkolójába az a kis busz, amit a Bátaszéki Sportegyesület labdarúgó szakosztálya kapott a szponzoroktól. A vállalkozások, cégek társasági adójuk bizonyos százalékát felajánlhatják sportegyesületek részére, amennyiben ezt nem teszik, úgy ezt be kell fizetni az államnak. Ebből a társasági adótámogatásból sikerült összegyűjteni a közel 12 millió forintos kis busz árát. A Bátaszéki Sportegyesület azért egy kis egyesület, kisváros kis egyesület, szerény körülmények között, hála Istennek a társasági adója, tehát a TAO támogatás keretén belül. A tavalyi évben azt gondoltuk, hogy vásárolunk egy buszt, és lehetőségünk adódott a felajánlóink révén. Ugye a társasági adó tudnivalólag a vállalkozók felajánlásából valósult meg ez a buszvásárlás. Részben az önkormányzat az önrész révén, ami 30%, és a 70%-ot pedig hát úgy kellett a támogatóink révén megszereznünk. Hála Istennek, mint látható is a busz oldalán, nagyon-nagyon nem kellett sokat utána járni, nagyon-nagyon jó volt a hozzáállás, és a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül sikerült is, tehát elnyertük a pályázatot. Megrendeltük a buszt körülbelül 3,5 nappal ezelőtt, ugye pont a koronavírus idején. Azt gondolom, hogy nagyon komoly felszereléssel ellátott kisbuszt sikerült a labdarúgó szakosztálynak a tulajdonába kerítsünk. A sportegyesület pályázott, de hát mi vagyunk a mind támogatott szakosztály, mi vagyunk ennek a busznak a használója elsősorban. Azon kívül ugye, mivel a sportegyesületen belül vannak az úszók, vannak a karatések és vannak a kosarasok, természetesen szívesen átadjuk bármikor a hétközi vagy egyéb hétvégi mérkőzésekre, amikor a mi programjainkat nem üti. Keddi napon voltunk az Zoltánnal Mohácson, a múlt hét csütörtökön lett átadva a műszakira, de keddi napon hoztuk el Mohácsról. Zoli hozta haza, és mindjárt fel is tankoltunk, megvettük az egész országra szóló autópályás matricát, és teljesen most már hétvégén megyünk is vele edzőmérkőzésre. A kis buszon kívül két személy autóval is menni kell a mérkőzésekre, hiszen a jármű 9 fő szállítására alkalmas. Ler Béla elnök azt mondja, ez idáig is így működött, hiszen az önkormányzattól bérelt gépjármű szintén 9 fős volt, így azonban csak az üzemanyagköltséggel kell majd számolniuk. A sportegyesület elnöke azt mondja, ezzel közel 50%-át spórolhatják meg az utazásra fordított éves kiadásaiknak. A 3 éve kitűzött célokat szépen lassan el is éri az egyesület, folyamatosan fejlődnek és fejlesztenek. 3 évvel ezelőtt felállt új elnökségnél olyan célokat tűztünk ki, hogy a különböző szakosztályok próbáljanak meg ugye előrelépni. Ennek alapfeltétele volt, hogy minél több utánpótlásba kerülő gyerek legyen, és hál' Istennek ugye ezt elmondhatjuk, hogy mind a karatéba, az úszásba, a kosárlabdába és ugye a labdarúgásba is az elmúlt 3 évben hát nyugodtan mondhatom, hogy megduplázódtak a létszámok. Most mondhatnám, hogy 40-ről 90-re, de nincsenek pontos számok, mert ugye most is éppen majd egy toborzótábort fogunk tartani, és remélhetőleg megint érkeznek hozzánk gyerekek. De ennek a második lépése volt az, hogy az utazási költségeinket, az utazási feltételeinket nem mindig a szülőkkel oldjuk meg. Idáig teljesen rugalmas volt a hivatal, hiszen a nagy buszt és ennek az elődjét, a kis buszt is, ugye, ha bejelentkeztünk előre, és éppen nem volt rá foglalás, akkor ezt megkaptuk, de azért mégis ott motoszkált bennünk az, hogy csak egy sajátot kellene nekünk maga a sportegyesületnek. És ugye a labdarúgóknál a társasági adó felajánlásokból lehetett pályázni. Szerencsénk volt, mert a tavalyi évben nem nagyon nyújtottak be más egyesületek a megyében, így a megyei szövetség is mellénk állt, az önkormányzati önrészt is ugye megkaptuk, és gyorsan össze tudtuk gyűjteni a vállalkozóktól azokat a felajánlásokat, ami ennek a busznak a közel 12 millió forintos nagyságrendű megvételét megengedte. A vállalkozó, akitől vásároltuk, nagyon rugalmas volt, nagyon sok mindent ajánlott, hogy mit tegyünk bele, hiszen tudta, hogy itt tényleg az óvodás kisgyerekektől a fent, akik fognak ugye utazni, minden olyan kényelmi rendszer benne van, ami szerintem a mai világban már kell egy autóba, illetve olyan biztonságtechnikai dolgokat is beleépítettünk a kocsiba, amely tényleg arra prognosztizálja ezt az autót, ugye, hogy akár mondjuk egy késő esti hazajövetelnél is teljesen biztonságban hazaérjenek a gyerekek, illetve hát a sofőr. Elsősorban ez a sportolóké,
de a várossal egy olyan megállapodást kötöttünk, hogy hogyha a város egyesületei is szeretnének ilyen létszámban utazni, hiszen ugye ez 9 főt tud szállítani, akkor természetesen, hogyha akkor nem esik pont egy olyan sporteseményre, ugye az az időpont, ami mondjuk nekünk a foglalás lenne, akkor ők is természetesen ezt vihetik. Tehát igazából a labdarúgókon keresztül én úgy érzem, most az egész város jól járt.